Mint arról már beszámoltunk, Hévíz városa is állomása lesz Európa egyik legnagyobb kerékpáros körversenyének, a Giro d'Italiának, mely idén Magyarországról rajtol. 100 nappal a budapesti nagy rajt előtt megkezdődött a visszaszámlálás a rózsaszín fények éjszakájával. Az olasz hagyomány szerint ezen az estén, azokon a településeken, melyeket érint a Giro d'Italia útvonala, rózsaszín megvilágítást kapnak az ikonikus épületek. Ehhez a hagyományhoz idén több magyarországi település mellett városunk is csatlakozott, ezzel is készülve a május 11-i hévízi szakaszhajrára, amikor minden a kerékpározás és a sportolás körül forog majd a városban. Aznap gyakorlatilag erről fog szólni ez a napunk, illetve azt megelőzően, május 1-én, amikor a boldog békeidős felvonulás is van, illetve a város évfordulója gyakorlatilag, akkor is csatlakozunk már különböző rendezvényekkel, ebben a két napban biztos, és hát az addig lévő időben, gyakorlatilag ezzel közel 100 nappal is rendszeresen jelentkezni fogunk valamiféle olyan akcióval, akár internetes felületeken, vagy akár másféle módon, ami ezt a Giro d'Italiás versenyt felvezeti ilyen módon, illetve folyamatosan reklámot kap Hévíz ezáltal. Hévízen ezen az estén rózsaszín fények pásztázták a Hotel Aquamarin épületének tetejéről az eget, rózsaszínbe öltöztek a Széchenyi utca alsó szakaszának díszfái és a verseny tiszteletére elhelyezett emlékkő, a Termál Hotel Aqua téli kertje és a Hotel Europa Fit főbejárata is. A verseny május 9-én rajtól a Hősök teréről. Az országban 3 napig tekernek a versenyzők. A 200 km hosszú magyarországi szakasz Nagykanizsán végződik. A közvetítéseknek köszönhetően az egész világ figyelemmel kísérheti majd az eseményt.